A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, aztán zárkózni kezdett a Deac, de az első negyed végén a Nyíregyháza vezetett 2 ponttal. A második játékrészben átvette a vezetést a Debrecen, 20 perc játék után 35-30 állt az eredményjelzőn. Fordulás után visszavették a vezetést a cápák, sőt, a negyedik negyed elején 10 pont fölé kúszott a különbség. Nem dőlt el azonban a mérkőzés, kapaszkodni kezdtek a debreceni fiatalok, előbb utolérték, majd el is hagyták a nyíregyháziakat. Az utolsó 2 percben csak hazai kosarak születtek, így 6 pontos veresége szenvedett Merin Mekmedovics együttese. Nagyon-nagyon kemény fizikai mérkőzés volt. Egyessé volt a fiatalonok ellenünk, és kitalálták ezt a nyerő taktikát. Egész pályán nagyon-nagyon keményen, 40 percet mindig késztek. Fiatalok erősek, nem engedte nekünk, hogy a támadásból játszunk, ez amit mi akarunk. Ötközés volt. Első felidő valahogy túléltünk, ott a másik felidő megbeszélve találtunk a nyerő taktikát, és volt egy pillanat, 12 pont is vezetünk. De mondtam, múltkor, amikor beszéltünk, ez a hosszú sorozat, ez öt nagyon nehéz meccs, érezhető volt, hogy utána egy kicsikét lefolytunk valahogyan, olyan elment az erőnk, nem voltunk elég koncentrálva, zicsereket kihagytunk, sok mintát kihagytunk, hát ez fáradtság. A forduló további eredményei a következők: Vasas Akadémia Salgótarján 78-65, Cegléd Jászberény 84-63, Óbudai Kaszások Fót 183, Budafok TF Budapest 85-90, MEAFC BKG Prima Akadémia 94-104 és Pécsi VSK Újbuda MAFC 85-87. A tabella élén a Pécs áll 22 győzelemmel és 3 vereséggel. A 11-14-es mutatóval 7. Nyíregyháza az alapszakasz zárófordulójában az azonos mérleggel 6. TF Budapestet fogadja. Edzó az én játékosom volt, sokáig ismerem TF, most ez a szezon jól szerepel, jó igazolt is, de nekik is ebbe a bajnokságban volt ez az utolsó period, nagyon kérdés, mi lesz. Még mindig ők nem tisztán 8-ban vannak, és ettől jönnek ide, és újra egy ütközés lesz. Nekik van ez, amit nekünk valahogy nem fekszik, van ez a Ánda Dávid, aki magas, van még 2 magas Károssi Kelenföldi. Azt kell megoldani taktikailag, meglátjunk. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks TF Budapest mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő: BKG Prima Akadémia Budafok, Fót MEAFC, Jászberény Deac U23, Új Budamac Óbudai Kaszások, Salgótarján Cegléd és Vasas Akadémia Pécsi VSK.